A megemlékezés az Adorjáni temető lélekharangjának megkondulásával kezdődött. Elsőként Orcsik Károly helyi katolikus plébános emlékezett az adorjáni vértanúkra, akiknek egyetlen bűnük magyarságuk volt. Noha az áldozatok legközelebbi hozzátartozói egyre fogyatkoznak, még mindig sokan eljöttek lerónik egyeletüket. Bábinszky Anna édesapja Takács Pál kivégzése után jött a világra. Apját nem ismerhette meg, az apa nélkül maradt négy gyermekes család nehéz sorsával azonban neki is kijutott. Édesanyámnak az volt így a szerencséje, hogy volt több testvérje, 7-8-an nem is tudom, meg a szüleimék úgy mondom, azok nagyon sokat segítettek rajta. A megemlékezésen alkalmi beszédet Kávai Szabolcs a községi tanács közoktatással megbízott tagja mondott. Adorján több tekintetben is különbözik a többi bácskai településen történt atrocitásoktól. Egyrészt a lakosság számarányához képest rengeteg volt a kivégzettek száma. Körülbelül annyi férfit öltek meg itt Adorjánon, mint a körülbelül 6-7-szer nagyobb Kanizsán, magyar Kanizsán. Az általános iskola tanulói alkalmi műsorral emlékeztek meg nagyszüleikről, dédszüleikről. Este van már, mégsem jön a férjem, akivel az egek urát együtt dicsérhessem. Miután a Szőketisza Művelődési Egyesület asszonykórusa előadta az eseményre készített összeállítását, a diákok felolvasták az 51 adorjáni áldozat nevét, majd a gyászoló hozzátartozók, továbbá a községi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, az adorjáni helyi közösség és a helyi nyugdíjas egyesület képviselői az emlékhelyre helyezték a kegyelet virágait. Az 1944. október 31-i megmészárlás utáni napokban még további 7 adorjáni magyart végeztek ki a partizánok.